Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ez a felvétel egy általános jóslás, a téma pedig az, hogy mikor jön az igazi. Ez egy új kapcsolat. De ha te egy párkapcsolatban élsz, akkor ez a jóslás jelentheti azt is, hogy mi változik nála, hogyan javulnak a dolgok, mert akkor ő az igazi. Amennyiben szeretnétek ezt a jóslást kérni, mint egy személyes jóslást, ez megrendelhető, a díjam 3500 forint. És most megtekintjük a kártyák üzenetét. Itt bal oldalon látható a múlt. Mi visszatekintünk a múltba. Itt ez a kép utal a te gyermekkorodra, hiszen ezek a gyermekkori emlékek kihatnak felnőtt korban is, kihatnak a párkapcsolatra is. Ahogy megnézzük itt ezt a képet, itt minden olyan össze-vissza van. Tehát nincs meg a rend, nincs meg ez a nyugalom. És te ezt úgy élted át, hogy volt egy stabil gyermekkor, hiszen a szüleid gondoskodtak rólad. Itt vannak az arany érmék, amik utalnak az anyagiakra, tehát megvolt a biztonság, és ezt néha tényleg így élted át. De voltak olyan napok, amikor minden úgy összeomlott. Nem tudtad azt, hogy mi következik. Tehát elveszítetted a talajt a lábad alól. És most maradunk még a múltnál, megtekintjük azt, hogy hogy élted át a párkapcsolatot a múltban. Tehát egy ex kapcsolat. Itt a 6-os szám utal a múltra, az emlékekre, és ez a férfi gondol rád a múltból. Nem csak a gondolatait jelenti ez a kártya, hiszen látható, hogy figyel téged. De mindez ugye a hátad mögött történik, tehát te ezt nem veszed észre. Még mindig maradunk a múltnál, és megnézzük a kármikus témákat. Mit, hogyan éltél át a múltban, az előző életedben. Itt ez a kehely utal az érzelmeidre, jelenti a belső forrást is, a te belső hangodat, az intuíciódat, az inspirációt. Tehát megvan nálad ez a művészi tehetség, vagy a spirituális dolgokra is utalhat. De jelenti az érzelmeidet, tehát a szerelmi kapcsolatot is. De a múltban ezen a hídon voltál. És az azt jelenti, hogy elhagytad az egyik partot, tehát lezártál valamit a múltból, de az új partot nem érted el. Nem érted el a céljaidat. És ebben az életben az a fontos, hogy hallgass a belső hangodra, az érzelmeidre, és higgy abban, hogy azt, amit elképzelsz, azt el tudod érni. Mit, hogyan gondolsz a párkapcsolatot illetően? Itt látható ez a férfi, a kezében van ez az arany érem, amire odafigyel. Ez jelentheti az ő anyagi helyzetét, vagy a munkáját, tehát ez fontos most számára, de jelenti a belső értékeket is, hogy te értékes vagy számára, erre is odafigyel, de nincs mozgás. Vagy ha igen, akkor mindig megáll egy pillanatra, újra és újra megnézi ezt az arany érmét, és az azt jelenti, hogy egy lépést előre tesz, kettőt hátra. Most hogy tudnám leírni ezt a férfit? Végül is itt egy hölgy jelenik meg, és így
lát téged. Tehát gondol rád, és itt megvan ez a vonzalom, a te nőies kisugárzásod, amit ez a mérleg jelent, a belső egyensúly, hogy ti egy hangban vagytok egymással. A mérleg jelent gyakran bírósági ügyeket is, lehet, hogy vállófélben van, vagy ezen a területen dolgozik, mint ügyvéd, vagy egy bíró, ez is lehet. És a következő kérdés az, miért vagy most egyedül, vagy miért érzed magad egyedül, miért érzed magad magányosnak? Te nem vagy egyedül, hiszen itt látható ez a találkozás, ő átölel téged, ne érezd magad magányosnak. És mit tudnál javítani a saját érzelmeiden? Itt látható az átmeneti időszak, amikor ez a férfi a pénzre figyel oda. Az jelentheti az anyagi dolgokat nála, vagy a munkáját, a hivatását, és ebbe az irányba tekint. Te ott vagy mellette, de elfordul most tőled, nem vesz észre téged. De változik a helyzet, hiszen itt látható ez a kard, ami azt jelenti, hogy kezébe veszi ezt a kardot, és jelenti a döntéseket. Komoly döntéseket fog hozni, nem csak az anyagiakat illetően, hanem téged illetően is. Azon kívül itt lesz egy kiút, lesz egy új irány. Mit tudnál tenni annak érdekében, hogy javuljon a helyzet? Itt látható egy szép este vacsora, hívd meg őt vacsorázni, vagy említsd meg azt, hogy mennyire jó lenne, ha kicsit kimozdulnátok. Így javulni fog a helyzet. És a jövőt itt ez a kártya mutatja. Itt látható a ház a háttérben, az nyújtja a biztonságot, vagy jelent egy közös otthont. Itt a kelyhek jelentik a víz elemét, és a víz eleménél mindig érzelmekről van szó, tehát megvannak az érzelmek, megvan a vonzalom kettőtök között. A kettes szám utal a párkapcsolatra, rád és őre, de jelenthet egy szerződést is, mivel itt a háttérben a ház látható, itt lehet egy ingatlannak a bérlete vagy a vétele. És itt megvan ez a párkapcsolat, ez lehet egy közös otthon tervezése is, amit ti elértek. Gondolj vissza erre a kártyára, a kármikus témákra, amikor megvolt az elképzelés, mint például egy közös otthon, de a múltban nem hittél ebben, és itt most fordul a helyzet, tehát bíz a jövőben. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!